Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Valószínűségszámítás és koordináta geometria, matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségig. Közösségi virágültetés. Bonyhádon 1600 palánta színesíti a múzeum előtti területet. Szigorúbbak a gyorshajtókkal. Változások léptek életbe a sebességmérés esetén. Vizsgára bocsátó ünnepség. Iskolájuktól búcsúztak a végzős diákok Dombóváron. Kedd reggel a matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségig hazánkban. A tárgyból országszerte több mint 70 ezeren vizsgáztak középszinten. Gráfok, halmazok, százalék és valószínűség számítás, koordináta, geometria, többek között ilyen témakörökből kaptak feladatokat a diákok. Okos órát, semmilyen órát, illetve telefont sem hozol be magaddal. Ezt majd bent a teremben meg is fogjuk nézni, hogy valóban így történt-e. Mielőtt elfoglalták helyüket a diákok, előbb gyors tájékoztatást kaptak arról, hogy mit szabad és mit nem lehet bevinniük az osztályterembe az érettségi ideje alatt. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban idén több mint 50 végzős tesz számot tudásáról. Van ugye bár pótlap, ha igényel valaki... 9 óra előtt néhány perccel pedig elkezdték kiosztani az idei matematika érettségi feladatlapokat. A vizsga 180 perces, tehát fontos a koncentráció. Ennek érdekében többen édességet is vittek magukkal. A diákok használhattak függvénytáblázatokat, körzőt, vonalzót, szögmérőt és zsebszámológépet is. Egy kis félelem mindig van, de szerintem a felkészítés, meg a felkészítő tanárok nagyon jó munkát végeztek, úgyhogy amilyen tudást csak érettünk, azt mindent megkaptunk, ennek reményébe vágunk neki. Gráfok, halmazok, százalék és valószínűség számítás, illetve koordináta geometria az első részben ilyen témakörökből kaptak feladványokat a tanulók. Ezek megoldására 45 percük volt, és maximum 30 pontot gyűjthettek össze. A második részre 135 percet kaptak, és legfeljebb 70 pontot szerezhettek. Bízunk benne, hogy sikerült a fölkészülés. Nagyon-nagyon készültek, kollégák is nagyon sokat foglalkoztak órán kívül is, tanórákon kívül is, diákok felkészítésével, kinek hogyan kellett, van akinek arra volt szükség, hogy a legegyszerűbb feladatokat gyakorolják be, és van akinek meg arra volt szüksége, hogy az emelt szintű feladatokra készüljenek, és azokat tudják megoldani, úgyhogy bízunk benne, hogy jó fog sikerülni. Hazánkban matematikából több mint 70 ezeren közép, és mintegy 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáztak. Az írásbeli érettségig szerdán a történelem középszintű feladatsorral folytatódnak. Teljes terjedelmében égett egy családi ház 60 négyzetméteres melléképületének tető szerkezete Szekszárdon, a Sárköz utcában. A tűzesethez a Vármegye Székhely hivatásos tűzoltói vonultak, akik a tető és a födém szerkezet megbontásával, továbbá két vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A szakemberek egy gázpalackot is kivittek az ingatlanból a beavatkozás során. Nagyon népszerűek a május 1-e óta létező Vármegye bérletek. A MÁV csoport oldalán megjelent közlemény szerint szinte minden helyközi vonat és buszjáraton használható bérletek negyede országbérlet volt, a többi pedig a vármegyék között oszlott. Tolnában 5600-nál is több ilyen dokumentumot vásároltak az utazók. Bonyhádváros önkormányzata és a Kolónia Alapítvány közösségi virágültetést hirdetett. Az idei évben 1600 virágpalántát ültettek el a Völgységi Múzeum előtti területen mintegy 500 ezer forint értékben. A közepére ültetünk évelőket, osztunk aurákat legközépre. Bonyhádváros polgármesterasszonya annak a lelkes csapatnak magyarázta a virágágyás felépítését, akik részt vettek az önkormányzat által meghirdetett közösségi virágültetésen a Völgységi Múzeum előtti területen. Az egy helyi szervezettel közösen életre hívott eseménynek már hagyománya van a városban. A Kolónia Alapítványnak a jóvoltából tudtuk beszerezni ezeket a palántákat, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően 500 000 forint értékben egy nyári virágpalántákat és évelőket is vásárolhattunk, és annak a
a megoldására, hogy minél több közterület a városban virágos legyen. Az elmúlt években a város számos pontján zajlott már közösségi virágültetés, többek között a Székely Emlékparkban és a rendezvénytéren is. Az idén azért a Völgységi Múzeum előtti területre esett a választás, mert a közúttal közösen zajló projekt keretében a város ezen részén megújult az útszakasz, valamint a parkolók. A kétféle egynyári virág mellé évelőket is telepítettek az akció keretében. Az újonnan kialakított virágos területek nem maradnak gondozás nélkül. Ez a Bonikon végzit, nyilván ők a közterületért és annak a gondozásáért felelős városüzemeltetési cégünk, rendszeresen kell locsolni, ugye a nyári időszak az egy nagyon száraz időszak, vannak gyakorlatilag napok, amit csak arra fordítanak. Ugye nem sokára megérkeztek már a muskátlik is, amit hagyományosan a városközpont kandelláber helyezünk ki. A következő napoktól egyre több virág díszíti majd Bonyhád közterületeit. A támogatási források több mint háromnegyedét a kis- és középvállalkozások kapják Magyarországon, hangsúlyozta György László kormánybiztos kedden. Azt mondta, ezek a cégek adják a foglalkoztatottak kétharmadát, és a hazai hozzáadott érték felét állítják elő. Három év alatt, idén februárig az odaítélt több mint 3600 milliárd forint beruházás ösztönző munkahelyvédelmi munkahelyteremtő és kutatásfejlesztési támogatás 77%-át a mikro, kis és középvállalkozások, 23%-át a nagyvállalatok kapták. A kormánybiztos kiemelte, a foglalkoztatáshoz és a hozzáadott értékteremtő képességükhöz mérten a KKV-k sokkal több támogatást kapnak Magyarországon, mint a multik. Kedvezményes virágvásárra várják a szekszárdiakat szerdától péntekig. A Vármegye székhelyen ennek már hagyománya van. A polgármesteri hivatal munkatársai így támogatják azt, hogy minél több színes növény díszítse a települést. Most a Páskum utcai, egykori Kaminusz telephelyen 200 forintért vásárolhatóak meg a virágok reggel 8 és délután 5 óra között. Szigorúbban lép fel a rendőrség a gyorshajtókkal szemben májustól. Eltörölték ugyanis a trafi paxoknál eddig használt tűrés határ alkalmazását. Emellett fix telepítésű sebességmérőkkel igyekeznek szabályos közlekedésre rábírni a járművek vezetőit. Idén januárban helyezték üzembe Tolna vármegye első fixállású úgynevezett trafiboxát. A Paks gyapánál található fűthető, páramentes doboz forgatható is, így mindkét irányból alkalmas a sebességmérésre. Az ehhez szükséges műszer nem mindig van benne, így sosem lehet tudni éppen mikor működik. Most az országban újabb 48 ilyen eszközt helyez el a rendőrség forgalmas szakaszok mentén, de nem ez az egyetlen változás, amivel a gyorshajtók elleni hatékonyabb fellépésre törekednek. Május 1-ig a trafipaxok által kiírt sebességadatokhoz a rendszer valamennyit magától hozzáadott. Ez átlagosan 3% volt, arra hivatkozva, hogy a mérőműszerek ilyen hibahatárral dolgozhatnak. Ezt viszont most megszüntették. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lakott területen közlekedik, ahol ugye 50 km per óra megengedett sebesség a legmagasabb sebesség, amellyel közlekedhetünk, akkor ha 65 km per órával közlekedik, akkor már az objektív felelősség szabályainak megfelelően, vagy Vas megyéből, vagy pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből várhatja a közigazgatási bírságról szóló határozatot. Abban az esetben, hogy a 90 km per órás a legnagyobb megengedett sebesség, ez lakott területen kívül van, akkor 105 km per órás sebességnél várható ugyanez. Ha viszont az autóst rendőr állítja meg gyorshajtás miatt, akkor nem kell különösebb változásra készülni. Ha valaki 50 km per óra helyett magasabb sebességgel közlekedik, és megállításra kerül sor, és nem 65 km per óránál magasabb sebességgel közlekedik a járművezetője, akkor helyszíni bírságra számíthat. Abban az esetben, hogyha nem ismeri el a felelősségét, akkor akár szabálysértési eljárás is indulhat ellene, de enyhébb esetekben akár figyelmeztetéssel is záródhat az intézkedés. Gyorshajtásért idehaza egyébként akár 500 000 forintos bírság is kiszabható. Mivel a magyar nemzet tagjai őshonos kisebbségként élnek több országban is, a magyar külpolitika egyik alap pillére a nemzeti kisebbségek védelme, európai szinten is mondta Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri, külön megbízott kedden. Kalmár Ferenc arról beszélt, sajnos az elmúlt időszakban nem előre, hanem hátralépés tapasztalható világviszonylatban a nemzeti kisebbségek kérdéskörében,
Az orosz-ukrán háború pedig tovább fokozta ezt a helyzetet, sok országban ugyanis elkezdték nemzetbiztonsági kockázatnak tekinteni a nemzeti kisebbségeket. Pedig, mint fogalmazott, nem a nemzeti kisebbségek jelentik a kockázatot, hanem a demokratikus jogok hiánya, hiszen ahol jól érzik magukat a kisebbségek, ott nincsenek problémák, emelte ki. Kalmár Ferenc emlékeztetett arra, hogy 2021-ben Magyarország töltötte be az Európa Tanács miniszteri bizottságának elnöki tisztét, és az egyik kiemelt téma a nemzeti kisebbségek hatékony védelme volt. Fordított napot tartottak a Dombvári Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai még az érettségik megkezdése előtt. A fiatalok az ilyenkor szokásos módon vidáman, zöld nap keretében búcsúztak el iskolájuktól. A végzős diákok beöltöztek mindenfélének, és az alsóbb évfolyamosokat nemigen hagyták tanulni a ballagások napján délelőtt. Ugye az érettségi után, hogyha meg lesz, már pedig nagy reménnyel talán meg lesz, szeretnék jövőre maradni még egy évet, amikor lesz végre egy szakmám, van már egy a fél éves vizsga után, de az legalább biztosabb, majd pedig egyetemre szeretnék menni. Az iskolától való búcsú során régi hagyományokat folytattak az oktatási intézményben. Már május 3-án elkezdték a bulizást, jelenleg 84 végzős diákjuk van. A diákok itt az iskolában a padlástérben egy nagyon kedves műsort adtak az őket tanító tanároknak és az osztályfőnökeiknek, és utána egy ilyen estig tartó kis buli volt ennek a vége. A mai nap lesz ennek a búcsúztatásnak a folytatása. Polgármester úr tart egy köszöntőt a végzőseinknek, majd ők végigvonulnak kocsikkal a városon, és lesz egy szinte egy régebbi hagyomány, egy faültetés, hogy nyomot hagyjanak ilyen módon is az iskolában a végzőseink. Ezen a vidám napon a továbbiakban az MMS Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjainak vizsgára bocsátott ceremóniája zajlott. A diákok iskolájuktól a polgármesteri hivatalhoz vonultak, itt történt a hagyományt őrző kisbíró és kisbíróné közreműködésével az ünnepi búcsú. Ez egy hagyomány az iskolánknak, hogy minden évben érettségi előtt egy-két nappal megjelenik, és a polgármestertől engedélyt kérünk, hogy szakmunkás vizsgát és érettségit tehessünk. És általában ugye a Lajstrom könyv, amiért látszódott, és benne is volt a szövegben, oda az összes végzősnek a neve be van írva, és egy pecséttel igazolva van. A polgármester Pintér Szilárd többek között azzal biztatta a diákokat, hogy ilyenkor nincs vége a dombóvári létnek. Közben visszaemlékezett a saját ballagására is. Nyilván ilyenkor kicsit sóvárgok is, hogy valamikor is a túloldalra láttam, és még emlékszem rá, hogy mikor. És arra biztatom őket, hogy ne tekintsék életük nagy kihívásának azokat a vizsgákat, amik most jönnek, hiszen erre készültek. Az életben lesznek olyan kihívások, amik felkészületlenül érik majd őket, de hogyha úgy érik az életüket, ez nagyon kb. Számba fog előfordulni. Ezen a helyszínen 80 nappali tagozatos tanuló vett részt a ceremóniában. Ha a felnőtt diákokat is beleszámítjuk, akkor ilyenkor általában 120 diákot szoktak ballagtatni. A két oktatási intézmény diákjai pénteken ünnepies keretek között ballagtak el iskolájukból. Regionális híreink következnek. Új közösségi teret adtak át Szilágyon. A Magyar Falu program keretében valósult meg a beruházás. Megújult a községháza és az orvosi rendelő, sikeresen pályázott villanykövesd a Magyar Falu programban. Teljesen megújult a Mária Kéméndi templom, szentmisével ünnepelték az elkészült munkálatokat. Új közösségi teret adtak át a Magyar Falu program keretében. A kültéri beruházás Szilágyon újult meg. A közösségi teret ünnepélyes keretek között Gyopáros Alpál kormánybiztos és Hoppál Péter országgyűlési képviselő adta át. Új közösségi teret vehettek birtokba a szilágyi lakosok. Napjainkban nagyon jellemzőek és fontosak az ehhez hasonló fejlesztések, amelyeket a Magyar Falu program keretében lehet megvalósítani sikeres pályázattal. 2019 óta 30 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki, melynek összértéke meghaladja a 300 milliárd forintot, mondta a Gyopáros Alpár kormánybiztos az ünnepies megnyitón. A falvak üdvözölték már 2019-ben is a lehetőséget, azóta pedig élnek is ezekkel a lehetőségekkel, hiszen itt Szilágyon is azt látjuk, hogy a település 7 nyertes pályázatot, csak az önkormányzat 7 nyertes pályázatot tudhat a magáénak, de Baranya megyére általában jellemző egyébként, hiszen Baranya megye az egyik, hanem a legaprófalvasabb vármegyéje az országnak. A legtöbb település darabszámra és a legtöbb település Baranya vármegyében, és emellett még talán Borsodobó-Zemplén vármegyében található, ezért azt nyugodtan
kijelenthetjük, hogy a legnagyobb nyertese a Magyar Falu programnak az Baranya vármegye. Szilágy község az utóbbi években hatalmas tempóban újult meg és fejlődött az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetően. A Magyar Falu program eddig lehetőséget biztosított arra, hogy a régi tervek megvalósuljanak, mondta Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Így a belső falu rész teljesen kicserélődött, és Romoda Sándor polgármester úr fiatal temperamentummal, nagy tervekkel állt elénk, és mi pedig a kormány felé kézbesítettük ezeket a szilágyi kéréseket. Ez a mostani program, amit átadunk Gyopáros Alpár Magyar Falu programért felelős kormánybiztos úrral. Ez éppenséggel a közösségi tér kiegészítését, ennek a gyönyörű környezetnek a megteremtését, ennek a színpadnak a létrehozását célozta, olyan eszközparkot hozott a faluba, ami az itteni közösségi életnek a kiszolgálását fogja segíteni. Nagy hiányt pótol a közösségi tér, hiszen minden évben tartanak falunapot, különböző rendezvényeket a helyiek. Az ehhez szükséges berendezéseket, felületeket mindig bérelni kellett, és a sportpályán tartották a rendezvényeket. Mostantól már saját felszereléssel, gondozott térrel rendelkeznek, mondta Romoda Sándor polgármester. Ez közel 5 millió forintos beruházás, ebből megvalósult egy színpad, egy kiülő, és igazából a kultúrudvar teljes térkövezése, és egy kerítés beruházás, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog volt, mert egy nagyon rossz állapotban lévő kerítésünk volt, és ezáltal azért más a kép. A Baranyai Kisfaluba két év alatt 34 millió forint értékben több nyertes program is érkezett. Ezen kívül 150 milliót nyertek házi szennyvíztelepekre is, amelyek telepítése folyamatban van a házaknál. Számos beruházás zárult le nemrégiben Villánykövesden. A Magyar Falu program keretén belül a községháza és az orvosi rendelő is teljesen megújult. Az egy épületben működő szolgáltatásokat mostantól 21. századi körülmények között vehetik igénybe a lakosok. A Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg Villánykövesden ez az ingatlan. Az épületben a községháza és az orvosi rendelő található, mindkét egység modern külsőt kapott. A közel 300 négyzetméter alapterületű épület energetikai korszerűsítésen esett át, így megújult a külső hőszigetelés, kicserélték a nyílászárókat, a fűtési rendszert is modernizálták, és akadálymentesítésre is sor került. Villánykövesdenre sok szempontból figyelek, mert Mohács 500 fejlesztéseinek is részese ez a térség. Ugye a szóba hozott közösségi téren kívül ott nemrég gyönyörűen megújult a községen átmenő közút. Elérte Villányról a kerékpárút a települést, amit egyébként vinni akarunk Palkonya irányába, majd át a hegyen a második Mohácsi csata színhelyére. Ezzel a nemzeti identitás erősítése is a cél, melyre szintén nyílt lehetőség a pályázatban. Az eszköz- és bértámogatáson túl a közösségi szintér belső felújításon esett át. 2026-ra az 500. évfordulóra, a csata 500. évfordulóra azt akarom, hogy ez a szűken vett térség minden szempontból megfeleljen azoknak az igényeknek, ahogy ki kell nézni a körzetem ezen részének az 500. évfordulóra. És ebben egy fontos beruházás ez is, amit ma avattunk, ez a közösségi tér is orvosi rendelő Villánykövesden. Az orvosi rendelő szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. A meglévő alapellátást biztosító épületen belül áthelyezték a szolgáltatást az akadálymentes megközelíthetőség céljából. Emellett a rendelő belső felújítására is sor került, csapadékvíz elvezetési rendszert építettek ki, valamint az orvosi eszközállomány is bővült. Befejeződött a Mária Kémendi Nagyboldogasszony kegytemplom külső felújítása. Megáldásra május 7-én vasárnap került sor ünnepi püspöki szentmise keretében. A Mária Kémendi kegyhely épületei az elmúlt évtizedekben erősen leromlottak, azonban pályázatok és adományok útján néhány éve megkezdődtek a felújítások. Új cserépfedést kapott a templom, javították a homlokzaton a repedéseket, új ablakokat építettek be, a lábazati részek pedig új vakolatot és teljes külső festést kaptak. Vasárnap került sor a Mária Kémendi templom ünnepélyes átadására. Az épület már hosszú ideje volt kritikus állapotban, de a Magyar Állam és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának segítségével a templom külső és belső része is megújult. A Nagy Boldogasszony templom megszentelésén Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és a nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett. Egy-egy megszépülő templom kegyhely szerte a Kárpát-medencében,
az jó a gazdaságnak is, hiszen nagyszerű mesterek és munkások dolgoznak rajta. Jó annak a környezetnek, mert fantasztikusan illik bele a tájba az épített környezetével és a megújult szépségével. Hát ami a legfontosabb, az pedig, hogy a hívőknek újabb évszázadokra megmarad fizikai állapotában. Ilyen ez a Mária Kémindi templom is, ami nagyon rossz állapotban volt, majdnem, hogy az összedőlés előtt állt, és most kívül és egy kicsit belül is csodálatosan megújult, köszönhető az építőknek, illetve egy nagy összefogásnak. A feldíszített templom megtelt hívekkel, ahol az épület történetéről is szó esett, de Felföldi László megyéspüspök az édesanyák elengedhetetlen szerepéről is beszélt anyák napja alkalmából. A mise a teltház ellenére családias hangulatban zajlott le. Végül mutatjuk újra röviden legfontosabb Tolna vármegyei híreinket. Valószínűségszámítás és koordináta geometria, matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségig. Közösségi virágültetés. Bonyhádon 1600 palánta színesíti a múzeum előtti területet. Szigorúbbak a gyorshajtókkal. Változások léptek életbe a sebességmérés esetén. Vizsgára bocsátó ünnepség. Iskolájuktól búcsúztak a végzős diákok Dombóváron. Szerdán általában napos, a Dunántúl fölött mérsékelten felhős, fátyolfelhős idő lesz jellemzőbb. Délután nyugat felől erőteljesebb felhősödés, gomoly képződés zavarhatja meg a napsütést. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!